Kindelman Győző, a Szeretett Láng Mozgalom nemzetközi koordinátora, a következő vendégem. Isten hasztán, szép jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt kívánok, és dicsértessék a Jézus Krisztus! Ön örömmel mondom ki itt mindig ezt a szép keresztény köszöntést. A nemzetközi eukarisztikus kongresszus alatt hihetetlen nagy öröm volt számunkra, hogy amikor a világ különböző pontjára, hát Amerikából, Európa számos pontjáról, Olaszország, Lengyelország, Németország érkeztek hozzánk kollégáink, akkor hát volt lehetőség minden nap az eukarisztiához járulni. Egyébként ez egy nagyon értelmszerűen, hogy közvetítettük magát az eseményeket, a Hung Expo-n is, a Szentmisét. Nagyon nehéz volt tényleg egy kicsit így lecsöndesedni, lenyugodni, és nagyon nagy öröm volt mindannyiunk számára, hogy hát a Szeretett Láng Mozgalomnak a Szent Család kápolnájában tudtuk ünnepelni együtt az eukarisztiához járulni minden nap. Tolvaj Irénke, hogy az országos vezető, ő mindig nyitogatotta ki nekünk a kápolna ajtaját, és nagy mosolyjal várt bennünket. Nagyon szépen köszönjük ezt így utólag is. Ezt szívesen, és örülök neki, hogy volt egy hely ott a közelben, ahol megszálltak, ha jól tudom, az angol nyelvű atyák, és akkor ott tudtak eukarisztikus áldozatot bemutatni. Érdekes dolog egyébként, hogy ha már az adventhez is kötjük egy picit ezt a Szent Család kápolnát, hiszen december 1-je van, hogy a kápolna kereken 100 évvel ezelőtt, december 18-án került átadásra, egész pontosan akkor volt az első szentmise ott, de ez még hagyján, hanem az a terület akkor templom nélküli volt, és egy grófnő, akinek az istállója volt ez valójában, ő adta oda a híveknek, hogy amíg el nem készül a nagy templom, addig hát kvázi ebben az istállóban, és ráadásul Szent Család elnevezéssel kapjon otthont a szentmise bemutatására a hívőknek az ottani serege. Tehát én azt mondom, hogy ez egy gyönyörű, egy szimbolikus dolog is, és kapcsolódik ehhez az adventi várakozáshoz is. Hát igen, talán nem is tudom, hogy lehetne még szimbolikusabbá tenni ezt a történetet. Nagyon nagy öröm az is számunkra, hogy ezt a december 18-án most lesz ugye a 100 éves évforduló, hát emlék alkalmából, ünnepéből egy szentmise bemutatva, és majd a csatornánk fogja tudni közvetíteni. Tehát milyen programok várhatóak itt a szentelés mellett? Ez egy lelki nap lesz, igazándiból még egy kicsit szervezés alatt áll, hiszen azért nagyon sok minden függ az aktuális járványhelyzettől, tehát hogy egyáltalán meg tudjuk-e tartani, hány fővel, ki tud eljönni előadók közül, ki az, aki akkor éppen akár mondjuk egészségileg alkalmas lesz rá, tehát ezt mondjuk a honlapunkról, a szeretetlen.hu-ról lehet aktuálisan információként bármikor megtalálni. Ami érdekes, én azért egy nagyobb kontextusba helyezném magát a Szeretett Láng lelkiséget és a Szeretett Láng mozgalmat, hogy ha az adventtel kötjük össze. Hiszen ha fogalmazhatok így, egy picit az adventnek a lelkisége is benne van a Szeretett Láng üzenetekben. Nevezetesen arról van szó, hogy a szűzanya többször is említést tesz arról, hogy mondja ő, amikor szállást kerestem Betlehem ködös, sötét utcáin Jézusnak, akkor emlékezzetek rá, hogy nektek is valami hasonlót kell tennetek, szállást kell keresnetek a Szeretett Lángomnak, nem kell megijedni ettől, mert Szeretett Lángom maga Jézus Krisztus, így fogalmaz a szűzanya, tehát szállást kell keresnetek Jézusnak, de most már nem Betlehemben, hanem az emberi szívekben. És én ezért mondom azt, hogy van egy ilyen nagy adventi jellege tulajdonképpen a Szeretett Láng mozgalomnak, mert mi más nem akarunk, csak azt, hogy szállást keresni Jézusnak az emberi szívekben. Maga ugye a Szeretett Lángnak azt gondolom, hogy egyik legfőbb feladata, ezt egyébként a honlapon olvastam, ezért gondolom, hogy ez egy releváns, megbízható forrás, ugye az, hogy ezek a családok, ahogy együtt imádkoznak, egyfajta családi szentélyé váljanak, és hát maga a Szent Család volt a szentély, ugye szoktuk is Szűz Máriát, ugye a legszentebb tabernákulumnak hívni, aki hordozta a kis Jézust. Ez egy nagyon nagy erőssége, nem az, hogy, és a legnagyobb üzenete is, vagy a legnagyobb buzdítása is az, hogy a családok együtt imádkozzanak.
Ezt egyébként nagyon sokszor a szeretetlen üzeneten kívül is az egyház maga is megerősíti. Szent II. János pápa a családokról szóló enciklikájában ezt ki is mondja, tehát szó szerint azt mondja, hogy az együtt imádkozó család együtt marad. Ferenc pápa pedig hozzáteszi még, hogy a közösen imádkozó házaspárok erősekké válnak. Tehát ezek nagyon nagy dolgok, és hát a lényege az az, hogy a szeretetlen mozgalomnak nincsen egy olyan nagy kegyhelye, nincsen egy olyan nagy zarándok helye, mint a lurdi jelenéseknek, Fatimának, Medjugorjénak például, hanem a szűzanya azt kéri, hogy legyen a ti családotok egy kegyhely. Az legyen egy szent hely, ahova bárki bármikor szívesen elzarándokol, és ti példát adhattok arra nekik, hogy hogyan tudtok együtt imádkozni. Ilyen szentuáriókat, tényleg ilyen szentélyeket alakítanak ki világszerte a szeretetlen mozgalom tagjai a lakásuk egy bizonyos pontján, ami akár az egyéni elmélyülésre is, de legfontosabb az, hogy a közös imára szolgál. Egy ilyen formációm van nemrég a mexikói testvérektől, ő náluk 9000 ilyen család, vagy közel 10000 ilyen családi szentély van a mozgalmon belül, ami azért azt jelenti, hogy a magyar családoknak az átlag létszáma, én pontosan nem tudom mennyi, 4, 5, de hát ott körülbelül 30-40 is lehet, mert ott a nagy család együtt él, tehát ott apuka, anyuka, nagymama, nagypapa, mindenki, és ők jönnek együtt össze egy-egy ilyen családi szentélyben imádkozni. Ez szégyen szembe az én számomra minden esetre biztosan, hogy én legelőször a szeretetlen mozgalomról, aztán próbáltam később gondolkodni, hogy hallottam én már korábban róla, de én nem tudtam feleveníteni. Az Egyesült Államokban hallottam először róla. Úgyhogy, és egy amerikaitól ráadásul megkérdezte, hogy ismerem-e, hallottam-e már a szeretetlen mozgalomról, és hát nyilván angolul mondta el, akkor valószínűleg azért kevésbé, és akkor mondta, hogy hát van a Kindelman Erzsébet, ő alapította, neki volt egy szeretetlen lelki naplója, ezt ő vezette, és teljesen le voltam döbben, hogy hát egy ilyen mozgalom Magyarországról indult el. Igen, hát ez a mondás erre is igaz, hogy a saját hazájában senki sem proféta. Egyébként általában véve a keresztény nyugatról elmondható, hogy kevésbé fogékony azokra a nem pusztán a magánkinyilatkoztatásokról van szó, hanem általában azokra a misztikus dolgokra, amelyek egyébként persze buktatókat is rejtenek magukban, de ugyanakkor nagyon-nagyon közel vihetik Istenhez, Jézus Krisztus az oltári szentséghez, a Szentlélek által az embereket, és bizony az Egyesült Államok, bár az is a művelt nyugat része, érdekes, hát nagyon de hát ott nagyon erőteljes a szeretetláng mozgalom, és ott nem csak imádkoznak, hanem például, vagy bocsánat, nem csak családokban imádkoznak, hanem például abortusz klinikák előtt odaállnak csoportosan, és ott mondják el a rózsafűzőt, azokért, akik oda bemennek, hogy elvégeztessék azt a bizonyos nagyon csúnya műtétet, mármint kismamákról van szó. És van nagyon sokszor eredménye, ami sokaknak nem tetszik, és ezért félre kellett állniuk egy-egy alkalommal például, hogy ne egészen közel mondják, viszont a rózsafűzet, viszont akkor valami csőtörés támadt a klinika előtt, és a kerülő út pontot vezetett el a betérő kismamák számára, ahol éppen imádkozni engedték ezeket az embereket, tehát ez egy ilyen érdekes dolog. Talán erre szokták mondani, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek. Igen. Egy csőtörés is arra tud vezetni másokat. Igen. Ahogy olvastam tegnap a Kindelman Erzsébetnek tényleg egy ilyen rövid kis életrajzát, egyből a szemem elé jött. Egyrészt az, hogy az ő férje, ha jól tudom, német ajkú volt. Igen. A másik meg az, hogy nagyon érdekes volt, ahogyan nekik volt egy ilyen hihetetlen rendszeresség ebben a családi imában, abban, ahogyan ők, ugye lányok, pontosabban Erzsébet gyermekei együtt mentek vele Szent Misére, akkor az ebédkor, ebéd után hajoltam a Liziói Szent Teréznek, az emlékedéseiből olvastak. Egy ilyen hihetetlen, egyrészt rendszeresége, nagyon, nagyon erős tudatosság jött át ebből, amit így olvastam.
És hát tegyem hozzá, hogy ugye Erzsébet a nagymamám volt, és mi a testvéreimmel félig meddig árván nőttünk fel, tehát miután a saját gyermekét fölnevelte bennünket is, ő kellett, hogy fölneveljen, és ezt a rendszerességet mi is a teljes gyermekkorunkban megtapasztaltuk. És hozzáteszem azt, hogy ha én azt akarom, hogy Jézus tényleg szállást legyen az én szívemben, akkor kell ez a rendszeres ima is. Tehát nem elég a közös, hanem a rendszeres ima. És én azt hiszem, hogy ezek például pont az esti ima, azok a mai napig erőteljesen élnek bennem. És én ezt tudom továbbadni az én saját gyermekeimnek is. Nagyon-nagyon jó például adventben, amikor ugye külön imamódokat találnak ki a családok. Hát mi nekünk akkor az volt, hogy kis szalmaszálakat kellett gyűjtögetnünk a napi jó cselekedetekről, és akkor az adventi koszorú mellé bizonyos számú szalmaszálat kellett letennünk, ami mindegy egy-egy napot, egy-egy jó cselekedet jelentett az nap, és hát ott versenyeztünk a két öcsémmel, hogy na melyiknek lesz több szalmaszála majd, amit aztán végül karácsonykor beteszünk a jászolba, a kis Jézus jászolába. Ugye ez a tudatosság, ugye ebben nevelkedett, említette, a lelki naplók, arról például mennyire tudtak kisgyermekként, hogy ez mennyire volt addigra már világos? Én hallottam, akkor 1961 és 83 között íródtak, vagy voltak ezek a belsős találkozások, az üzenetek, ugye a szűzanyától. Mennyire voltak tudatában gyermekként, hogy a nagymamájuk, a nagyszülők ilyen üzeneteket kapnak a szűzanyától? Annyiban tudatában voltunk, hogy nagyon sok ember járt hozzánk, nagyon sok fiatal családapa, családanya, papok is, abban az időben titokban ugyancsak, de még egy püspökatya is egyszer ellátogatott oda hozzánk az egészről beszélgetni a nagymamával. A naplónak az üzeneteiről azért az egy kicsit magas lett volna a 6-7 éves gyerek számára, tehát konkrétan nem tudtuk, bár érdekes, hogy ugye akkoriban nem lehetett nyomtatásban Magyarországon ezeket kiadni. Hogy lehetett volna ugye a 70-es években a kommunizmus idején, és gépelve sokszorosították a naplónak az egyes szövegeit, és a nyári szünetben bizony 5-6 írógép ott volt nálunk, egyébként az is tilos volt, de ott volt nálunk 5-6 írógép, és néha mi is egy-egy részletet ott kis magunk két ujjas pötyögésével beütöttünk a gépbe. Néhány mondat így azért megragad bennünk, bennem legalábbis. Ez már-már hozzászoktak ahhoz, hogy hát a nagyanyjuk, nagyszülők kap folyamatosan üzeneteket a szűzanyához, ez egy ilyen, ezt akkoriban szintén csodaként fogták fel, vagy tudták, hogy ez mennyire rendkívüli, vagy már annyira kvázi természetes volt, hogy hát az imádságosságával kifolyólag. A gyermekek számára azt hiszem, hogy az a természetes mindig, amit akkor átél. Tehát én lehet most, hogy azt gondoltam, nem tudom most így pontosan így visszaemlékezni, hogy a szomszédnéni biztos ugyanígy kap üzeneteket. Szóval igazándiból nekünk ez olyan természetes volt, hogy a nagymamánál ez így működik. És a lelki naplóban az advent időszakban is voltak üzenetek a szűzanyától, akár konkrétan a karácsonyi készületre, hogy hogyan lenne például jó megünnepelni, hogyan lenne jó magára felkészülni az advent időszakban. Ez az, amit én az előbb itt az elején említettem, ezt többször kifejezetten említi a szűzanya, és talán lehet, hogy éppen olyan dátumokkal, amelyek decemberi, tehát advent idején vannak, ezt most fejből nem tudom, de ez az adventre való készületnél a Betlehem sötét, sáros útjait járva, ti is keressetek szállást az én fiamnak az emberi szívekben. Ez többször és többször elhangzik. És mostanában akár családosan hogyan tudja megélni ezeket az adventeket? Ugyanígy viszi tovább a hagyományt, akár ezt a szalma készítés, vagy a szalma, ugye a jászolba végén beteszik a szalmát? Ezeket igen. A gyerekeim most már nagyok, egy kicsi van még, tehát most már ez nem nagy család, egy 12 éves kislánnyal, de azért a mai napig úgy imádkozunk esténként, hogy ott elmondjuk, hogy mi az, amit megköszönünk, mi az, amiért bocsánatot kérünk, mi az, ami tényleg az egész napunkat átgondolni. Ez nagyon fontos, és legalább advent folyamán ez nagyon, nagyon jó fel tud készíteni a karácsonyra. Akkor nagyon
sok minden van mások szempontjából is olyan, hogy például a lelki olvasmány, erre is fölhívja az lelki naplóban az Szűzanya is, és az Úr Jézus is a figyelmet, hogy legyenek lelki olvasmányaitok, ami a Jézushoz való közeledést erősíti. Bocsánat, nem akarok reklámot csinálni, de hát én könyvkiadással is a Szent István Társulatnál foglalkozom, és most tettünk ki Robert Sara Bíborostól egy könyvet, ő a hittani, vagy bocsánat, a Szentség és Istentiszteleti Kongregációnak volt a prefektusa, most már nyugalmazott, és nagyon szép lelki könyveket ír, a legújabb ez a Házaspárok ébresztétek szerelmeteket. Ez pontosan lehet, hogy az én korosztályomnak szól, akik már talán az első nagy-nagy lánghevület már megszűnt a házastársunk iránt, de tessék fölébreszteni a szerelmeteket, és a Szűzanya segítségével ajánlja ezt a Robert Sara Bíbor, és egy lelki gyakorlat tulajdonképpen. Én most ezt olvasgatom, és egy igazi szép karácsonyi készület arra, hogy megújuljon a családi életünk, megújuljon úgy a szerelmünk, hogy akkor tudjuk igazán azt a szent családi hangulatot megteremteni a karácsonyfa alatt, ami az első karácsonykor, Jézus születésekor lehetett ott a betlehemi barlangban. Ez a nagy szeretet lánk tényleg fel meggyulladhasson bennünk, és azt hiszem, hogy ez a legfőbb vágya mindenkinek karácsonykor. Legalábbis keresztényeknek, katolikusoknak az, hogy hát megérkezzen, tényleg megszülessen a mi családunkban is Krisztus. Kindelman Győzőnek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Én köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus!